Sziasztok, Parizelek, én Szövi vagyok, és ma az Euro Truck Driver 2018 második része fog lenni. Most nem akarok olyan nagyon nagy beszédes videót, hogy kezdjük el. Na, akkor megállítom, hogy menjen lehet. Ebbe, itt a vasútnál, tudjátok, hogy milyen idegesítő? Itt járok 5 méterre tőle, és beadja a sorompót, és mentem 40-nel. Szerintetek le tudtam fékezni? Hát, nagyon nem. Hú, megnézem, hogy hova kell szállítani. Brüsszelhez. Itt akkor csapat. Fent van. Hamburg. Még nincs kívülről. Mi táblánk, hogy hova kell szállítani. De pedig itt lök így egy kis szabálytalanság, nézzétek el. Meg majd egy szavazást akarok csinálni, hogy a kamionokról, hogy melyik jobban tetszik nektek. Hoppa, az itt mit csinál? Radzoltam. És megint, mi van a legalacsonyabban? Az alvás.
Majd Petivel nem tudom, hogy mikor csináljunk videót, de nem lesz abból szerintem semmi. A következő videó 50%-a Sniper 3D, 50% ennek a harmadik része lesz. Záróvonalig ki tudunk menni, kanyarva is. Meg azt is megelőzzük. Most van 100-ra felgyorsulunk. Még egy kicsit előrébb tudunk menni. És akkor majd ezt is kielőzzük. Hoppá. Én akkor így leszoktam hirtelen lassulni. Ne legyen baleset. Így, inkább így. Nem, nem vált be semmelyik nézet. Mi lesz itt tábla, hogy nekem merre kell menni? Hát ugyanúgy Hamburg, meg ezek vannak írva. Nem kell lemenni. Szerintem a következőnél kell. Na, itt csak kell lemenni. Ó, azt a gyorsan, mint a akartam. Jó, most egyezünk meg abból, nem csináltam előbb semmit. Bocsánat. Tegnap azt hiszem arra azt mondtam, hogy 105-tel megy a kamion, de 115-tel megy. Hoppa, 90-es tábla. Kirenszon egyen megyünk. Úgy előzzük magam azt is. Lesz mérő meg besetezünk. Ahogy most. Na, akkor nem menjünk arra, ha kijelözzük azt a kék kocsit. Kijelő miatt majdnem baleset lett. Ó, pihenünk, inkább lelassulunk akkor. Most van alvás is. Az a harmadik, azt sose tudom, hogy mi az értelme. Szigony van ott, vagy nem tudom. Na hát akkor aludjunk. Este van. Hát ilyen 6:55-2.
fel kell gyorsulni, itt már rögtön 50-re, hogy fel tudjunk tenni, hát 40. Ez is jó. És akkor lámpa fel, és indulás. Ha megy valaki az Erzsébet táborba, akkor én is megyek Zánkára, Balatonra. Hogy itt mennyi kocsi van. Ott nem láttam pont. Egyenesen. És tovább. Emelkedő. 108-ról le is mint 105-re. Nem is jöttünk sehova. Most nem tudom, hogy mennyi kanyart akarok most vinni. Mondjuk úgy is unatkozok egész nap. Ott lesz a határ. Ennek a kanyarnak a végén akkor nézzük, hogy melyik fog melyik kap több szavazást. Úgy lehet venni a kamionokat, hogy van úgy van, hogy van egy kerék hátul, aztán van, és kettő kerék van hátul, aztán négy, aztán meg hat. Azaz egy sorban két kerék van most nekem, mert az úgy jobban húz. Opa, ott van Brüsszeles. Most le is lassítunk, és bejövünk ebbe a sávba, és lemegyünk el a hajtón. Sávot váltunk. Lassítunk. Bajt egy kicsit dugó van. Itt van, én jövök. Hoppú, hogy bejön elém. Nem baj, most már én is úgy is én jövök. Mit csinálsz? Ez most normális. Úristen. És csinálok egy ilyet. És ki tudtam jönni. Ó, van, itt vagyok. A záróvonalban itt nem lehet előzni. Még mi ma beértünk a városba. Eljönni. Aztán rögtön ott lesz. És itt egy balos kanyar. És itt van. Valamit csinálok, mint ahogy egy autó volt.
Átmegyünk a alvó helyre, az ilyen parkolós hely, és majd ott szavazunk. Szavaztok. Csak nem tudom, hogy melyik kamion a jobb. Majd később meg felvisszük a rakományt. Kis sütött a nap. Itt pedig mondtam, hogy ilyen nagyobb hely. Ahogy mindig azért akarok menni. Na, ez így néz ki ez a kamion. Ezt én most használom. Mutatom a többit. Így úgy csináljuk, hogy egyes és hány pont? 10 a max. Egyes kamion, 10 a max pont. Kettes kamion, 10 a pont, maximum pont. Hármas kamion, négyes kamion, ötös. Ezt nem vettem meg. Össze. Ezt megvettem. Négyes sorszám. Sajnos rájártam. Ezt kezdtem, új volt. Na. Egyes. 10 a max pont. Kettes. 10 a max pont. Hármas. 10 a max pont. Négyes. És az ötös. Hatos. 7-es, 8-as, és 9-es. Majd írjátok meg kommentbe a szavazást. És szóljatok nekem, hogy hátulról kezdtük a szavazást. Hoppa! Ezzel mehetünk a szerelőhöz. Be sem megyünk akkor. Tudom is, itt hol van a szerelő. És egy satúféget fogtok látni. És meg is látom. És bal oldalt lesz a szerelő. Nézzük, hogy melyik. Párizs, London. Most menjünk ki London, mert ott kompal fogunk menni. Csak remélem nem fogunk felborulni. Majd leérsz és ledob. Most ide jövünk inkább. Megnézzük a londoni. Lehet a London. Valamit szállítani. Párizs, nincs messze. Arad.
Barcelona. Hát, Párizsban van, nézzük Párizs. A Párizst elfogadjuk. Itt van, Párizs. Ez nehéz szállítmány. Csak úgy közlöm, azért nem fogok majd gyorsan menni. Jó. Valami van, nehezen is indul el. Az alacsonya, majd mindjárt mutatok valamit. Megállunk. Valamelyik pihenőbe is megmutatom, hogy mi a gond ezzel a rakomány szállítással. Lelassítunk a bukkanó. Itt is felakadhat. Nagyobb ívet használunk. Mi is dőlt egy kicsit. Ott is, ott lesz egy pihenő. Ott megállok és megmutatom. Szerintem alszunk is egyet, meg tankolni is fogunk. Elsőnek megmutatom, hogy mi a gond ezzel. Hátrébb jövünk. Az ott, ahol van az a magas szerelvény, az alatt. Látjátok, hogy milyen alacsonyan van? Bárhol felakadhat. Opa, ma. Vissza fogunk inkább tolatni. Na de jó, az eső minden ilyen videóban megszenteli a vízzel. Nem megyünk tovább, képzétek a 2500-et kell fizetni.
hát én szerintem ki fogom vágni ezt a részt, ezt a körforgósat, mert ez nagyon nem jó. Na, nagy nehezen sikerült. Nagyon nehezen sikerült kijönni. Innen. Vissza kimentetik a röme valaki, nem jön senki. Akkor go. Zsak. Ahogy mondtam, ez nehéz szállítmány, így nem megyünk 90-nel. És nem is tudunk menni gyorsabban. Párizsba megyünk, így ugyanesen megyünk. Már aki Londonba megy, itt le kellett volna menni jobbra. Szerintem itt kell lesz. Ah, itt csak kell lemenni, nem baj, akkor menjük. Na mindjárt itt lesz, úgyhogy... Hoppa. Azt mondom, fékezni is alig lehet, mert kicsúszik a kerék. Főleg most esik is az eső. Határhoz következtünk. És a végén... Hoppa. Ezt nem kellett volna. Elnézést. Jó, elbérezünk gyűlni. Az előzőért mondtam. Ez így nagyon rossz, mert nagyon nehéz a rakomány. Ez ügyet nehéz rakomány. Nem megyünk messzire. We'll be right back.
itt a videó végére végre is lett a zenének is. Itt kéne lekanyarodni? Igen, itt. Mi autóparkolunk. És itt vagyunk a vágással. Ha tetszett, akkor iratkozz fel, és nyomj egy lájkot. Sziasztok!